Sziasztok, ez itt a Klik TV, én pedig Karcsi vagyok. Ebben a videóban a 21302-es agymenők szettet fogjuk közelebbről megnézni. Ez egy LEGO IDS készlet, így kapásból két dolgot el tudunk mondani róla. Az egyik, hogy szép igényes visszazárható doboza van, ami most egyébként a készletről készült képeken kívül mindenféle a tudományos világból származó ábrával van dekorálva. Látunk itt például űrről készült fotót, vagy molekulát, vagy a DNS kettős hélixét, vagy a LEGO alapanyagának, az ABS-nek a képletét. A másik, és ez a LEGO IDS lényege, hogy az eredeti ötlet egy legórajongótól, illetve most kettőtől származik, és aztán a többi LEGO szavazatával támogatta ezt az elképzelést, a LEGO pedig ezen visszajelzések alapján valósította meg. Na de ennyit a meséből, nézzük meg, hogy mit kapunk a pénzünkért. A készlet a sorozat főszereplőinek Leonard és Sheldon nappaliának a LEGO modellje. Nagyon jól sikerült, mert hogy minden olyan részletet visszaadtak a tervezők valamilyen módon legó építőelemekből, elemekből, ami a sorozatban is felbukkan, akár csak egy másodperc erejéig. Nézzük meg például a DNS 2-s Na jó, hát ez eléggé elnagyolt és nem is túl stabil, de ettől függetlenül tök jól néz ki, és pont a helyén van. Aztán nézzük meg, hogy a falat pontosan azok a dekorációk díszítik, mint a sorozatban is. Jó hír, hogy ezek nyomtatott építőelemek, kivéve egyet az ajtót, az ajtón lévő boxring az egy matrica. Az ajtó mellett lévő könyves polcokon is ott sorakoznak a könyvek, a könyves polcok tetején pedig pontosan azok a tárgyak sorakoznak, amik a sorozatban is. Nézzük meg, itt van például zöld lámpás lámpása, a földgömb, az üveggömb, a rakéta, a könyvespolc előtt pedig ott van a csillagnéző teleszkóp, szóval minden minden a helyén van. Természetesen nem maradhat el a kanapésem, aminek az egyik csücske ugye Sheldonnak a helye, és ez több poénnak a forrása is. A kanapé előtt ott van a szőnyeg, aminek a mintája egészen hasonló ahhoz, mint amit a sorozatban is láthatunk. Egy szó, mint száz, nagyon a helyén van az, amit nappaliként kapunk, teljesen felismerhető, és nagyon-nagyon pontos. Ugyanez hátulról már-már bántóan egyszerű, tehát például a hosszabbik fal teljesen egyszínű, és csak az ajtónak a másik oldala töri meg ezt az egyhangúságot, de ez senkit nem zavar, mert amikor majd kiteszed ezt a modellt mondjuk a polcodra, ezt úgy sem lehet majd látni. Gondolom, milyen megfontolásból aztán nem is nagyon foglalkoztak vele. A készlethez jár még egy szék és egy tábla, amire ugye mindenfélét szokott Sheldon jegyzetelni, ezen most éppen, ha jól emlékszem, az Activity-nek a rajza látható. Sajnos kékkel, viszont csak mindenféle rózsaszín meg piros tollat kapunk, amik egyébként rúzsuk a Friends készletekből. Szóval ez elég furcsa, nem mondanám, hogy a készlet legjobb része, de itt van, megvan. A készlet a sorozat főbb szereplőinek minifigura változatát tartalmazza. Ennek megfelelően itt van Sheldon és az ő lakótársa Leonard, illetve az ő barátnőig, Sheldon barátnője Amy, és Leonard barátnője a szomszéd lány Penny. Sheldon és Leonard barátja Howard is a minifigurák között található, és neki is van egy barátnője, méghozzá Bernadett. Egyedül Rajnak, az indiai fiúnak nincsen barátnője, úgyhogy ő egyedül áll a sorban, illetve megtaláljuk mellette az ő szeretett kiskutyáját, fahéjat. A minifiguráknak nagyon szép a festése, ez leginkább a torzójukon látszik meg, az arra nyomtatott ruha azonban olyannyira visszaadja a sorozatban tapasztalható öltözködés és stílusát az adott karakternek, hogy tényleg le a kalappal. Csak egyet emelnék kis a flash logós felsőjét, eszméletlen jó. A karakterek arcvonásait, vagy egy-egy jellegzetes arckifejezését már nem sikerült ilyen jól visszaadni, de hát ez nagyon-nagyon nehéz feladat. Ennek ellenére több olyan karakter is van, akit akkor is felismernék, hogyha csak a fejét szabadna néznem, és még mondjuk haj sem volna rajtuk. Ilyen szerintem Bernadettnek az arca, Éminek az arca, Lenördnek vagy Pennynek az arca, de nem mindig mind a két oldala. Na mert hogy ezeknek a fejeknek két oldala is nyomott, és két különböző arckifejezéssel tudjuk így a minifiguráinkat beállítani ebben a szobában. Sheldon mosolyog, Leonard bosszankodik, Amy mosolyog, Penny mosolyog, Howard mosolyog, Bernadette mosolyog, Rázs mosolyog. És hogyha most megfordítjuk az arcukat, akkor Sheldon csak úgy van, Leonard mosolyog, Amy csak úgy van, Penny elégedetlenkedik, Howard másképpen mosolyog, Bernadett mérges, Rás pedig érdetlenkedik. Két dolgot fontosnak tartok megjegyezni ezen készlet kapcsán. Az egyik, hogy ez a termék egy megcáfolhatatlan bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a legó ki szeretné szolgálni a felnőtt LEGO rajongók, illetve a felnőtt geek LEGO igényeit. Azért az agymenők sorozatban egy csomó olyan Felnőtteknek szóló humor van, ami eddig azért nem nagyon fért bele a legó világába. Hát most már belefér, íme itt van ez a készlet. Aztán a másik, amit meg szeretnék jegyezni, hogy ezt a készletet nem fogjátok tudni értékelni akkor, ha nem szeretitek az agymenők sorozatot, vagy ha esetleg nem gyűjtitek a LEGO IDS készleteket. Szóval az, akit ez a téma nem mozgat meg, az szerintem ne is gondolkodjon a vásárlásról, mert viszonylag kevés kockát fog kapni, viszonylag sok pénzért, és ennek nem mindenki szokott örülni, sőt, ki ennek. Szóval ezt tudom javasolni, de aki persze szereti magát a szitkomot, vagy szereti a LEGO IDS készletek nyújtotta építési élményt, vagy gyűjti őket, vagy mit tudom én, szóval az vegye meg, szállja rá a pénzt. Elég drága mondhatni, hogy a lélektani határ fölött van már egy kicsivel, vagy még többel. Na mindegy, szóval annak nagy levegő, is vegye meg nyugodtan, mert örülni fog neki. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!